Második jelenet. A fekete gyögyre rendkívül hasonlító személy imár elfoglalta a lipótot. Ott ül az igazgatói székben. Lút toll a kezében. Bartok nevű kutyáját néha megrúgja, néha megeteti. És gondolkozik, fogalmazni szeretne. Mi is legyen a jövő? A következő 5 éves terv. Hogyan szervezzük át a kórházat, a házát, Európát, a világot, az univerzumot. Hosszú gondolkodás. Végül megjön az ötlet. Igen. Érdeklődő emberekre van szükség. Érdeklődő emberekre van szükség. Érdeklődő fiatalember barátom, aki nem tudta elképzelni, hogy vajon mi lehet az 5. emeleten. Ezért, amikor meglátott egy bérházat, fogta magát, megkereste a lépcsőházát, fölmászott az 5. emeletre, majd meglátott egy hatalmas ablakot. Kinyitotta, kitárta, nagyon élvezte, majd kiugrott az ablakon, leesett és meghalt. Keresni kezdte őt az ő drága jó barátja, ki ugyancsak egy érdeklődő fiatalember volt. Ráadásul egy egyetemista, akinek a tüntetésekről kellett elmenekülnie, mert hát tudta, hogy az ő legjobb barátja van éppen valamilyen nagy veszélyben, és kereste, hogy vajon hol lehet. És meglátta az 5. emeleten azt a nyitott ablakot, és akkor odason fordált ő is, és felrohant az 5. emeletre, és meglátta a gyönyörű ablakot. Azonnal beleszeretett, megsimogatta a keretet, azután pedig kirepült rajta. Aztán leesett. És hamarosan az érdeklődő fiatalember 5 éves húga is elkezdett érdeklődni az iránt, hogy hol lehet az ő drága jó bátyja, ezért fogta magát és az egész óvis csoportot, amelyik éppen egy elmebajjal kapcsolatos bábjátéka tekintett meg a bábszínházban, és éppen arra sétált, szólt az óvónőnek, és akkor azonnal arra irányították a csoportot, és ők kézenfogva mindannyian szépen, vidáman futottak fel az 5. emeletre, hogy meglássák a csodát, és amikor odaértek az ablakhoz, akkor nem torkantak meg, hanem mindannyian nagyon harmonikusan, vidáman, és egyetértésben kiugráltak az ablakon, és valamennyien, sajnos valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy mindannyian végül leessenek. És érdeklődő fiatalember édesapja is elkezdte keresni a fiát, ő éppen vadászaton volt és egy olasz társaságot vezetett, de hát érezte, hogy valami baj lehet, ezért odahívta a csoportot és az autóbuszok a követ
közelben tudott parkolni, ezért nagyon kényelmesen is a fegyvereiket tartva tudtak oda menni az épülethez, aztán megtalálták a bejáratot, a lépcsőházat, és mindannyian fölmentek az 5. emeletre, és mindannyian csendben és boldogan ugráltak ki az ablakon, mert érezték, hogy ezt így kell csinálni. Mert valaki azt mondta neki, és akkor mindenki boldogan kiugrott. De ezt még hosszan folytathatnám, mert jöttek még a vízműveknél dolgozók, az állatorvosok, az állattenyésztők, jöttek a postások, jöttek a rádióbemondók, jöttek a villanyszerelők, a nyugdíjasok. És mindannyian kiugráltak az ablakon azért, mert ezt így kell csinálni, mert így alakulnak ki a dombok, és így fejlődnek ki a földrajzi formák, valamint így fejlődik Magyarország. Köszönjük!